összességében ellenzéki vezetési önkantok között. Mondjuk ki őszintén, a kormánynak stratégiai szándéka és terve volt kivéreztetni az önkormányzatokat, mert azt gondolták, hogy ezzel az övében ellenzéki politikai vezetésű testületeket tudják falhoz állítani. A történelem igazság érzete ezt azonban, ahogyan a parlament mostani arányszámaiból látszik, megakadályozta. Az elmúlt 4 esztendőben minden eszközzel igyekeztek az önkormányzatok által vállalt és az állam által az önkormányzatokra oktroyált feladatellátást akadályozni. Vonták ki a finanszírozást a működésből, folyamatosan csökkent a normatíva, és folyamatosan csökkent az aránya a központi finanszírozásnak a teljes feladatellátás vonatkozásában. És még ha csak ennyit tettek volna, akkor tulajdonképpen lehetnénk elégedettek is. Azonban a probléma az, hogy valójában ennél többet tettek. Mert miközben az egyik kezükkel elvették a finanszírozást az önkormányzatoktól, addig a másik kezükkel szorongatták a torkukat, hiszen olyan ágazati és egyéb jogszabályok ürügyén próbálták visszavenni a finanszírozást az önkormányzatoktól, amelyek egyébként valóban létezőek, és önöknek ehhez megadták a lehetőséget, de erkölcsi szempontból erősen aggályosak voltak. Megszenvedték a magyar önkormányzatok az elmúlt 4 esztendőt. Települési önkormányzatok, falvak, nagyobb városok, és erről keveset beszélünk itt e falak között, a megyei önkormányzatok különösen, hiszen a megyei önkormányzatok meg aztán végképp szúrták a szemét az előző kormánynak, hiszen a 19-ből 18 megyei önkormányzat ellenzéki vezetésű volt az elmúlt 4 esztendőben. Ez a mostani törvényjavaslat szeretné megadni a lehetőséget arra a polgármestereknek, a megyei közgyűlési elnököknek és a budapesti főpolgármesternek, hogy legalább egy közvetlen munkatársukat ők maguk tudják megnevezni a képviselő testület tagjaitól függetlenül. Ez a mostani törvényjavaslat azt teszi majd lehetővé, hogy a képviselő testület tagjai sorából megválasztott alpolgármester mellé, tehát rajta kívül egy úgynevezett külsős alpolgármestert, közgyűlési alelnököt, avagy főpolgármester helyettest is tudjon választani a testület. A polgármester javaslatára és a polgármester szándéka szerint. A települési polgármestereken óriási felelősség nyugszik. Jogi, politikai, nem ritkán büntető jogi, ahogy az elmúlt hónapokban gyakran láttak a televízió hírműsoraiban. Nem hiszem, hogy jó érzés látni azt, ahogyan az igazságszolgáltatás különböző szervei pórázon vezetgetik az önkormányzati vezetőket. Legyenek azok bármilyen pártállásúak. Nem hiszem, hogy ezt jó érzéssel nézi a magyar választópolgár. Én nem állítom, hogy ez a törvénymódosítás majd elejét veszi mindennek, hiszen tudjuk jól, más szempontok és szándékok is meghúzódnak az ominózus felvételek mögött. De egy biztos, ma egy magyar polgármester nehezen alszik, hiszen pontosan tudja, hogy a felelőssége, az aláírási jogával együttjáró felelőssége óriási, és alig van lehetősége arra, alig van kompetenciája abban, hogy megválassza azt, hogy kikkel dolgozik, kik segítik a munkáját, kire tud támaszkodni, és főként kit tud megbízni azzal, hogy őt helyettesítse, és helyette is dolgozzon, ha erre szükség mutatkozik. A mostani rendszerben egy a testület tagjai közül megválasztott alpolgármester az tulajdonképpen bebetonozódik a megválasztásával. Lényegében nem lehet tőle megszabadulni, idézőjelben mondom. Ha kiderül róla, hogy alkalmatlan, ha kiderül róla, hogy rossz gazdája a közpénzeknek, ha kiderül róla, hogy szakszerűtlenül dolgozik, akkor valójában a polgármester tehetetlen, kénytelen ezt elviselni. Ezt a budapesti fővárosi önkormányzatnál igazán tudják, hiszen itt ez a lehetetlen szituáció egészen odáig elvezetett, hogy a főpolgármester kénytelen széttárni a kezét és azt mondani, hogy hát az egyik helyettesen dolgaival kapcsolatban nekem nincs véleményem, rajtam kívülálló okokból történik, ami történik. Ne hozzuk ilyen helyzetbe se a főpolgármestert, se a polgármestereket. Adjuk meg nekik azt a lehetőséget, hogy legalább az egyik fontos munkatársukat meg tudják választani, és ne legyenek kitéve annak, hogy az egyébként is csökkentett létszámú testületek soraiból kelljen csak és kizárólag helyettest választaniuk. A törvényjavaslatból kitűnik, hogy a kívülről hozott alpolgármester jogállása egy szempontból különbözik majd a testület tagjai sorából megválasztott alpolgármesterétől. Jelesül, hogy mivel nem tagja a testületnek, nem szavazhat a testület tagjaként, ennek okán a polgármestert a közgyűlés elnöki minőségében nem is tudja, nem is fogja majd helyettesíteni. Tehát a közgyűlést helyette nem vezetheti, nem szavazhat a testület ülésen. De ezen kívül minden egyéb jogosítványában és a megbízatása egyéb jogállásában megegyezik majd a státusa azzal az alpolgármesterrel, akit a közgyűlés
a testület soraik közül választ, már pedig onnan kell majd választania, hiszen úgy nem működhet egyetlen magyar önkormányzat sem, hogy a polgármestert valamilyen akadályoztatás esetén ne tudná valaki helyettesíteni a testület tagjai közül. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, kedves képviselőtársaim! Nem példanélküli ez a szándék valójában. A magyar közjogi rendszertől nem idegen, hiszen 1990 és 94 között, akik régóta űzik az ipart, azok még emlékeznek rá, ez már egyszer így volt. Abban az első ciklusban lehetett a testület tagjain kívülről alpolgármestert választani a testületeknek. Persze akkor egész más rendszer volt, mondhatnák joggal, hiszen akkor például a polgármestert is a testület választotta, és nem pedig a polgárok közvetlenül. No de, hogyha akkor, amikor a testület választotta a polgármestert, így a legitimációja is kisebb volt, megvolt az esélye és a lehetősége annak, hogy a polgármester válasszon magának kívülről alpolgármestert, akkor most, amikor a testület helyett már a választók közvetlenül adnak legitimációt a polgármesternek, most aztán végképp indokolatlan, hogy ezt a lehetőséget ne adjuk meg a polgármestereknek. Ők költik el az adófizetők pénzének közel a felét, nagyon nagy felelősség terheli őket, ne vegyük el az esélyét annak, hogy a polgármesterek szakszerű munkát tudjanak folytatni egy darab megválasztott, általuk kiválasztott és jó szakmaisággal bíró, lehetséges külső alpolgármester megválasztásának az esélyével. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, nem csak, hogy az önkormányzati világban volt erre precedens 90 és 94 között, hanem hát tudjuk jól, a Magyar Köztársaság kormányában is számos olyan kormánytag ül, így volt ez mindig, akik nem tagjai a tisztelt háznak, nem választott képviselők. Így tehát a bizottsági üléseken megfogalmazódott aggályok, amelyek egyébként jogosak és érdemes róluk beszélni, azok egy picit úgy érzem álságosak, hiszen azt mondták többen, hogy nincsen az így kívülről behozott alpolgármester mögött legitimáció, senki nem szavazott rá. Hát szeretném önöknek a figyelmükbe ajánlani, hogy csak úgy, ahogy nem szavazott senki 2004. szeptember 30-án Gyurcsány Ferencre, akkor lett Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, alig emlékszem arra, hogy lett volna akkor választás, parlamenti választás, abban az esztendőben, és aztán pedig később Bajnai miniszterelnök úr is ekként került a miniszterelnöki székbe. Nagyon rövid kampányok lehettek azok, és legfőképpen az MSZP párt székházaiban zajlottak. Tehát nem akarok én erre hosszabban kitenni, csak azt akarom ezzel jelezni, hogy ez nem példa és precedens nélkül, és úgy érzem, hogy ha egy miniszterelnök a miniszterelnöki székbe kerülhet, azzal a mérhetetlen kompetenciával, a jogosítványokkal és hatalommal, amelyel ez jár, akkor én úgy érzem, hogy egy olyan alpolgármester, aki valójában önmagában nem is tud semmilyen hatalmat gyakorolni, csak akkor, hogyha a polgármester ezt írásban rárója, megbízza őt bármilyen mértékben azzal, hogy őt helyettesítse, azt gondolom, hogy álságosak azok az aggályok, amelyek az ügy mögött a legitimációt hiányolják és keresik. Úgy hiszem, hogy valójában a polgármester legitimációja elegendő ahhoz, hogy megkapja az esélyt az ilyen módon megválasztott alpolgármester megválasztatásának a lehetőségét, hiszen, mint mondottam, a döntés végül is mégiscsak a testületé lesz majd. Ezt az alpolgármestert is majd a testület választja, a polgármester javaslatára ugyan, de a másik alpolgármestert és a polgármester javaslatára választja a testület, így tehát ebben az értelemben is megegyezik a két lehetséges alpolgármester státusza és a megválasztásának körülményei. Volt olyan aggály és szempont a bizottsági üléseken, amely szerintem jogos és megfontolandó, és a későbbiek folyamán majd a részletes vitában, módosító indítványok formájában szerintem meg kell fontolnunk nekünk is, mint előterjesztőknek. A mostani javaslat szerint a megválasztott alpolgármester lehetséges elmozdítása a székéből, az úgy történik, hogy a polgármester az megvonja a megbízását, elvonja a feladatait, és ennek okán és ezzel párhuzamosan megszűnne a megbízatása. Volt több olyan, főként ellenzéki képviselő, aki azt javasolta, hogy fontoljuk meg, hogy a testület legyen az, aki döntésével meg tudja vonni az alpolgármesternek a megbízatását. Én azt gondolom, hogy ebben van észszerűség, tehát ezt meg kell komolyan fontolnunk. A későbbiek folyamán szerintem érdemes erre módosítók formájában visszatérnünk. Összességében úgy hiszem, hogy maga a szándék az nem ördögtől való. És hogyha önök kellőképpen empatikusak a magyar önkormányzati rendszer vezetőivel, akik egyébként viszik a hátukon a magyar költségvetés felét, és vállalják érte a felelősséget annak az elköltéséért, az azzal kapcsolatos szakszerű döntésekért, akkor belátják, hogy érdemes nekik megadni ezt az esélyt, ezt a segítséget. Érdemes őket abba a helyzetbe hozni, hogy megválaszthassák legalább az egyik közvetlen és fontos munkatársukat, hiszen
A képviselő testületek és a polgármesterek nem egy szakmai kiválasztódás útján kerülnek a helyükre. Az, hogy egy kistelepülési, egy középvárosi, vagy akár egy megyei közgyűlési testület miként alakul ki, milyen szakmaisággal bíró polgárok vívják majd ki a választók kegyét, és kapják meg a támogatását, azt előre nem lehet tudni. Ad abszurdum lehet, hogy egy középvárosban, egy választáson a 11 néhány képviselőtestület tagjai közül az egyik fele a cipőfelsőrész készítő, a másik fele pedig gyermekorvos. Nos, ebben a helyzetben a megválasztott polgármester, aki mondjuk tegyük föl asztalos, vagy pedagógus, nagy bajba kerül, hogyha olyan intézményi problémákkal kell szembenéznie, amelyek kívülesnek az ő szakmaiságán, kívülesnek az ő tapasztalatain. Ha másért nem, hát ezért is érdemes ezen elgondolkodni és megfontolni azt, hogy ennek okán adjuk meg az esélyt annak, hogy a testület, a polgármester a saját képességeit, a saját készségeit, a saját tudását ki tudja egészíteni a szükséges tartalommal bíró tudással, amelyet egy kívülről hozott alpolgármester tud behozni a rendszerbe. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, kedves képviselőtársaim, azt gondolom, hogy ez a folyamat, amely most elkezdődött, ez az egyes számú lépése az önkormányzati világ rendbetételének. Ugye most foglalkoztunk a testületek létszámával, esetleg ha ezt elfogadják, ezt a törvénymódosítást, akkor esélyt kapnak a polgármesterek arra, hogy erősítsék a szakmaiságát a működésnek, de ez csak a kezdet, itt nem szabad megállni. A következő esztendőkben újra kell gombolni a magyar állam és a települési és területi önkormányzatok közötti munkamegosztás egészét, hiszen a mostani állapot, önök ezt jól tudják, már alig tartható. Hosszú esztendők óta lopakodik ki az állam a közszolgáltatások finanszírozása mögül. Hátrál csendesen, szépen, ügyesen, ez pártoktól függetlenül az elmúlt 15 esztendőben folyamatosan ez történt. Ma már ott tartanak az önkormányzatok, hogy ezt a mostani rendszert képtelenek finanszírozni. És gyakran hallom tőlük, nem a pénz kevés. Nem azt mondják a települési és megyei önkormányzatok, hogy állam adj több pénzt. Nem azt mondják. Azt mondják, hogy állam ne adj több feladatot. Vagy vegyél vissza belőle. Vagy horribile dittő, azt mondják, hogy ha már nem adsz pénzt, tisztelt állam, a feladat ellátáshoz legalább az ágazati jogszabályokkal ne folyts meg, ne akar nekem megmondani, hogy miként lássam el azokat a feladatokat, amelyeket egyébként nem vagy hajlandó finanszírozni. Mert ma ez a helyzet. Miközben a magyar állam alul finanszírozza az ellátásokat, azon közben különböző ágazati jogszabályokon keresztül, amelyeket egyébként nagyon szigorúan be is tartott a helyi erőszakszervezetein keresztül, rendkívül szigorúan kéri számon azokat az ágazati jogszabályokat, amelyek megmondják az adott önkormányzatnak, hogy hogyan kell szociális, gyermekvédelmi, idősellátó vagy oktatási intézményt üzemben tartani. Én azt gondolom, hogy a következő 1-2-3 esztendőben ezt nagyon alaposan át kell gondolnunk. Mert ha az állam nem tud, nem akar, vagy nem képes több forrást biztosítani az önkormányzatnak, akkor gondolja át, hogy mit akar rájuk bízni. Gondolja át, hogy milyen módon akarja megkötni a kezét és a lábát az önkormányzatnak, mert ha már finanszírozni nem képes ennél jobban, mint most a közszolgáltatásokat, akkor legalább engedje, hogy a települési és területi önkormányzatok a saját eszük szerint, a saját jól felfogott érdekükben és a saját forrásaikhoz igazítva tudják üzemben tartani ezeket a közszolgáltatásokat. De itt még nem tartunk, ennek a változás sornak az első fázisánál tartunk, és ennek a szándéka is az, hogy ahogyan korábban megpróbáljuk a települési és területi önkormányzatokat abba a helyzetbe hozni, hogy ők is szakszerűen, áramvonalasan és a választók igényeihez igazított módon tudják ellátni a feladatokat. Ehhez kérem az önök támogatását, mert ezek a törvénymódosítások ezt a célt fogják szolgálni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, tisztelt országgyűlésben jelentem, hogy a kormány jelezte a vita későbbi szakaszában ismerteti álláspontját. Most a bizottsági álláspontok és a kisebbségi vélemények ismertetésére kerül sor a napirendi ajánlás szerint 5-5 perces időkeretben. Elsőnek megadom a szót Molnár Attilának, az Alkotmányügyi Bizottság elnökének.